Ez a Győr Plusz Televízió sportmagazinja, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Mai adásunk játékával legfőképp hölgy nézőinknek kedvezünk, mert nyereményünk egy a Mezbolt által felajánlott lila Adidas kötött kesztyű. Műsorunkat egy a 2017-es győri rendezésű Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról szóló összeállítással kezdjük. Múlt hét közepén ugyanis a tervezők bemutatták az EIOF központ látványterveit. Elindultak olyan fejlesztések, mint például az 50 méteres úszodának az építése, vagy a multifunkcionális csarnoknak az építése. A 2017-es győri rendezésű EIOF infrastrukturális fejlesztéseinek újabb állomásához érkezett a város. Kedd délelőtt az olimpiai központ épületének nyertes tervpályázatával ismerkedett meg Borkai Zsolt polgármester és számos újságíró. Így fog kinézni a központi épületet, az atlétika pályát a hozzátartozó lelátóval, alatta futófolyosóval, a teniszpályákat, a judo és a szertorna csarnokot is magában foglaló épületkomplexum. 5 milliárd forint a beruházás költsége, ez jó részt állami támogatásból valósul meg. A tervezők külön kiemelték, hogy a létesítmény költséghatékony és hosszú távon fenntartható lesz, hiszen az EIOF után is használni fogják a győriek. Ez nagyon fontos szempont a mi tervezéseink során, tehát ez elsődleges szempont a tervény készítésénél, tehát ez egy ilyen alapkérdés volt a tervezés során, hogy mind beruházási költségben, mind pedig a későbbi fenntartási költségekben ez jelentkezzen. Emellett a tervezők egyeztettek a szakági szakszövetségekkel is arról, hogy milyen szempontoknak kell megfelelnie a létesítménynek. Hát, amit látunk, azt mondhatom, hogy praktikus, és ugye nekem is az volt a kérdésem, hogy a tervező, aki győztes lett, és a ugye, független zsűri értékelte a tervpályázatokat, ő egyeztetette olyan szakemberekkel, sportszakemberekkel, hiszen ez a legfontosabb, hogy egyrésztről azokra a versenyekre, azokra a sportágakra használhatóak legyenek ezek az épületek. Az ő válasza az volt, hogy igen. Másrésztről pedig nagyon jó dolognak tartom az, hogy az egyszerűséget követték, de mégis igyekeztek olyan elemeket beletenni, amivel a későbbiek folyamán az üzemeltetés az kedvezőbb lehet. Az épület számos úgynevezett passzív eszközt kap, óriási napelemrendszert, mobil árnyékolást és az európai szabványoknak megfelelő szigetelést. A létesítmény engedélyeztetése november 30-ára esedékes, januárban már a kiviteli engedélyek következnek, a munkálatok pedig jövő júliusban kezdődhetnek. Labdarúgással folytatjuk. A győri Eto FC két bajnoki mérkőzést is játszott az elmúlt héten. Horváth Ferenc tanítványai előbb a hét közepén pótolták a Kecskemét elleni félbeszakadt találkozójukat, majd már a hétvégén az időközben edzőt váltó Haladásnál vendégeskedtek Szombathelyen. A szeptember összecsapáson a rossz idő miatt csak 59 percet tudtak játszani a csapatok. Szerda este a szeptember közepén a katasztrofális időjárási körülmények miatt az 58. percben félbeszakadt kecskeméti találkozóját pótolta az Eto. Mindkét együttesnek 11 pontja volt a meccs előtt, és ellépnie egyiknek sem sikerült a másiktól. Hazai és vendégoldalon is akadtak lehetőségek, hol Tuivelnek, hol Kocicsnak kellett védenie, míg nem a 35. percben a védő Lipták tört be a 16-oson belülre, megpattanó lövése pedig a KTE hálójában kötött ki. 1-0-ra vezetett az Eto, amely az első félidő hajrájában Rudolf révén duplázhatott volna, ám Tuivel a helyén volt. Nem tudnak a kecskemétek jó passzokkal följönni. A második félidő hazai helyzettel indult, az 53. percben Kocicsnak kellett mentenie Varga próbálkozását. Nem sokkal később viszont egyenlített a KTE. Egy szöglet után a vezető gólszerző Lipták kezére pattant a labda, az éles szemű Solymosi pedig befújta a büntetőt, hiába próbálták győzködni a vendégek. A 11-eshez Bebétó állt oda és magabiztosan értékesítette 1-1. A folytatásban rákapcsolt az Eto, megint Tuivelnek kellett nyújtóznia. És rákapcsolt edzője is, akit reklamálásért elküldött a kispadtól a játékvezető. Több gól már nem esett a meccsen, így a szeptemberi után ezúttal is 1-1-re végeztek a csapatok. Mindössze 4 pont van a két csapat között. A labdarúgó OTP Bankliga NBA 12. játéknapján annál a Haladásnál vendégeskedett az Eto, amelynél a hét közepén Artner Tamás Szentes Lázár váltotta a kispadon. Ilyen formán pedig akár komolyabb ellenállásra is számíthattak a győriek, hisz egy új trénernek mindenki bizonyítani akar. Ezzel szemben az Eto sokkal jobban kezdett, az első fél óra voltaképpen csak a horvát legényekről szólt. A 36. percben aztán góllá érett a győri fölény. Völgyi beadását Varga Roland helyezte rózsa kapujában 0-1. Nem sokkal később Lipták fejesénél kevés választotta el az Etót az újabb góltól. Majd a félidő hajrájában az amúgy is aktívan játszó Völgyinek volt szerencséje, mert szögletét rózsa saját kapujába ejtette.
0-2-vel fordultak a felek, és a folytatásban is az Eto uralta a játékot. Egészen a félidő derekáig, amikor is Városi az üresen maradt Győri kapu mellé lőtt. A hajrában aztán a csereként beállt Priskin fejese után Windecker révén 3-0-ra is vezethetett volna az Eto, ám a védők végül tisztáztak. Csak úgy, ahogy Rózsa a 88. percben, amikor Priskin lövését hatalmas bravúrral védte. Az Eto 4 inséges forduló után 2-0-ra győzött, és jelenleg 8. a bajnoki tabellán. Szerdán már a Magyar Kupában Gyirmóton vendégeskedik Horváth Ferenc együttese. A mérkőzést csütörtökön megmutatjuk itt a Győr Pluszon. Kézilabda következik. A női NB1 hetedik játéknapján a bajnoki címvédő győri Audi Eto KC a Fehérvár KC-t fogadta szerdán, a hétvégén pedig a svéd Sävehof otthonában vendégeskedett a Bajnokok Ligája második csoportmeccsén. A női kézilabda NB1 hetedik fordulójában egy meglehetősen sok sebből vérző Fehérvár KC-t lát vendégül a győri Audi Eto KC. A szerda esti bajnoki a két sérültjük Herr Anita és Emberovics Mira nélkül érkeztek a vendégek, irányítójukat Tillinger Tamarát viszont nevezték, ő azonban csak a kispadon kezdett. A három hiányzó még egyértelműbbé tette a különbséget a két fél között, az Eto 3-0-val kezdett. Aztán elkezdtek zárkózni a vendégek, akiknél főleg Lackovics volt elemében. A fehérváriak góljainak felét ő szerezte, és a félidő közepén 6-6-ot, majd nem sokkal később 7-7-et mutatott az eredményjelző. Innentől kezdve viszont rákapcsolt a címvédő, és a játékrész végéig meg sem állt 5 gólos vezetésig, 16-11-jel fordultak az együttesek. 5 gólos győri vezetésről folytatódik a játék. A második félidő első 10 percében még inkább elhúztak a hazaiak, még úgy is, hogy a fehérvári kapuban kis meglehetősen jó napot fogott ki. A túloldalon Herrosolya szintén. Ennek, no és az olykor egészen tetszetősen játszó támadó alakzatnak is köszönhetően egy 3-0-ás, majd egy 4-0-ás etappal eldöntötte a meccset az Eto. A 49. percben 25-15-nél már 10 volt közte. Egy olyan hónapba kezdtünk bele, amelyben rengeteg meccset játszunk, azok között pedig készülünk a következőre, fogalmazott Ambros Martin. Jó hangulás volt ez a bajnoki a hétvégére. A formánkat tekintve támadásban 30 gól felett járunk, az ellenfelek pedig 20 környékén, és ez biztató. A győriek végül a 6 gólos Kovacsics vezetésével 29-21-re verték a Fehérvárt, és továbbra is hibátlan mérleggel lista vezetők az NB1-ben. A Bajnokok Ligájában pedig érre álltak csoportjukban, hiszen vasárnap a 7 gólig jutó Heidi Löke 6-6 segítségével 38-21-re verték a svéd Sävehofot. Hölgyek után, urak! Az Eto Sese NB1-b és férfi kézilabda csapata szintén 2 meccset játszott 4 nap alatt. A hét közepén a Magyar Kupában fogadta a Tatát, majd szombaton már a bajnokságban a Várpalota vizitelt az egyetemi sportcsarnokban. A férfi kézilabda Magyar Kupa második fordulójában a vele egy osztályban szereplő fekete mezes Tatát fogadta az Eto Sese. A vendégeknél 3 olyan játékos, Kőhalmi, Kovácsovics és Hollós is pályára lépett, akik 2 évvel ezelőtt kulcs szerepet játszottak az NB1 bejutásban. Jól kezdett a Sese, 8 perc után 4-3-ra vezetett, így időt is kért az ellenfél. A szusszanásnyi szület után épp Kőhalmi góljával fordított a Tata 5-4-nél, majd nem sokkal később állva is hagyta a hazaiakat. 13-18-al fordultak a felek. A második félidőben gyakorlatilag már csak a fiataloknak szavazott bizalmat Rosta Miklós, vagyis voltak éppen beáldozták a kupát a hazaiak. A végeredmény 34-24-es tatai győzelem, vagyis a győriek búcsúztak a kupától és koncentrálhatnak a számukra sokkal fontosabb bajnokságra. A férfi kézilabda NB1-b nyugati csoport 7. fordulójában aztán úgy vágott neki a mesnek az Eto Sese, hogy először a bajnokságban ő volt az esélyes, hisz a tabellán utolsó Várpalotát fogadta. Jól is kezdtek a rostalegények, a 4. percben 4-1-re vezettek. Bár akadt néhány hibájuk támadásban és nem mindig zárt jól a védőretesz, ettől függetlenül a 23. minutumra Bella révén már 5 volt közte 11-6-nál. A félidőt végül 14-8-ra nyerték a hazaiak. Fordulás után 7 perc alatt már 9 volt közte, de a 10-re még várni kellett. Bár néha akadozott a győri gépezet, a Várpalota meglehetősen szerény játékerőt képviselt, ezáltal semmi nem veszélyeztette az egyetemisták sikerét. Végül a 12 gólos Dimitri Petrenko vezetésével 29-19-re győztek Rosta Miklós tanítványai, vagyis megérte beáldozni a hétközi Magyar Kupa meccset. Ezért kellett a gyimát pihentetni a Petrenkót, hogy
most ismét tudja húzni, mert ő sincs olyan állapotban, hogy egy héten három meccset bírja. Illetve azok a fiatalok, gondolok egy Vaskó Balázsra, egy Babickire, most már bátran bemertem őket küldeni, és most már nem is lámpalázassal, most már megcsinálták azokat a dolgokat, amik tőlük elvárható. Az Eto Szese 7 forduló után 7 ponttal a 8. a bajnoki táblázaton. Következő meccsén november 9-én vasárnap a Szentendrét fogadja az egyetemi sportcsarnokban. Múlt hét kedden rajtolt a GBU, azaz a Győr-Budapest ultramaraton. Az egykori Bécs-Pozsony-Budapest távot ezúttal versenyzői kérésre csökkentették a szervezők. A viadal hangulata és létszáma viszont a hagyományoknak megfelelően kiváló volt. Évek óta kérték a versenyzők, hogy menjünk már vissza a klasszikus távra, tehát Sopronon keresztül Bécs, Sopron, Győr, és nem szeretik a szlovák szakaszt. A versenyzők miatt kihagyjuk a szlovák részt, ezért most egy ilyen kurta Bécs-Budapestet csináltunk. Jövőre lesz 25 éves a Bécs-Budapestnek az évforduló, tehát negyedszázados, és úgy gondoltuk, hogy akkor ezt a kérést oda tesszük, hogy a jövőre a klasszik, tehát BBU klasszik táv lesz. 57 csapat, és az tényleg nagyon jó, 12 páros, és közel 90 bringás. És van két győrkocsijásunk, meg a elmaradhatatlan egykerekű, aki a tavalyi gépét sokkal nagyobb kerékre cseréltek, és még nem tudja, hogy fog vele boldogulni. Folytatjuk Balek a pályán sorozatunkat. Aktuális összeállításunkban a már a hazánkban is óriási népszerűségnek örvendő amerikai futball és annak alapjai lesznek a főszerepben. Ezekkel a Győr Sharks amerikai foci csapat játékosainak hatható segítségével volt alkalmam megismerkedni. A pályán rovatunkban egy olyan mozgásformát lesz alkalmam kipróbálni, amely kétség kívül az eddigiek mellett az egyik legveszélyesebb, de egy olyan mozgásforma is, amelyet már nagyon-nagyon régóta szerettem volna kipróbálni, ez pedig nem lesz más, mint az amerikai foci, azaz az amerikai futball. Itt áll mellettem Maher Bálint, a Győr Sharks amerikai foci csapatának linebackere, aki segítségemre lesz, és kalauzolni fog engem a mai edzésen, a mai tryouton, ugye én ezt jól mondom, ez egy tryout. Mit jelent ez egészen pontosan, mi ez a tryout? Évente több alkalommal szoktunk toborzót tartani. Valójában ez egy ilyen áltoborzó, ezt azért mondom, mert az év minden részében szükségünk van és várjuk is az új játékosokat. Azért jó ez az esemény, mert én úgy gondolom, hogy több srác van úgy, hogy egy ilyen kész eseményre szívesebben eljön a barátaival, mint például lejön egy edzésére a csapatnak, amiben nem tudja, hogy mire számítson, nem tudja, hogy a mélyvízbe dobják-e vagy nem. Itt pedig ugye nyilvánvalóan nem erről van szó, úgyhogy szívesebben jönnek mindig az ilyen megmérettetésekre az emberek. Vágjunk neki az edzésnek, mivel lemaradtam a bemelegítésről, ezért gyanítom, azzal kezdünk, aztán utána arra kérlek, hogy akkor folyamatosan instruálj engem, jó? Jó, rendben. Akkor elkezdett verni a szívem. Igen. Egy kis nyújtással folytassuk, válszíles terpeszbe állj be, légy szíves, és nyújtott lábadhoz, a bokádhoz húzod magad. Melyik az a testrészetek, amelyik a legnagyobb
nem is tudom, erőbedobásra késztetitek? Hát a nyak eléggé ilyen. Igen? Igen, az fontos, hogy nagyon át legyen mozgatva. Van-e valami sportág specifikus bemelegítés? Van, például az oldalazás. Igen? Terpeszbe vagy, lemész mélyre, hátad egyenes, és úgy kell oldalazni, hogy nem ér össze a lábad, mert akkor könnyebben kiburítanak, úgyhogy így. Aha! Hogy megmarad a terpesz. Igen. Ez oda-vissza mehet. Igen? Akkor oldalfutás hasonló módon elindulsz, így. Igen. És a vállad keresztbe végig... léphetek? Keresztbe léphetsz. A vállad az végig, most a képzeletbeli vonal, ami mondjuk ez, azzal végig legyen párhuzamos. És ezt is meg kell rogyasztani? Aha. Szeretném bemutatni a Győr Sharks másik két rendkívül jó játékosát. Most már ők sem tudnak eloldalogni a képről. Na szóval, térjünk vissza a tréninghez. Kezembe vettem végre a labdát. Néhány alapvető technikai információt létszes, akkor származtassát rám. Hogyan kell elkapni, hogyan kell fogni, hogyan kell dobni? A dobással kezdeném, mert azt a legegyszerűbb. A fiúkat be is fogjuk fogni majd a feladatra. Nagyon jó. A magam amatőr módján tudom csak megmutatni, mivel én védő vagyok, és nem dobálok labdát soha a mérkőzések folyamán. Itt látható ez a fűző, ennek az a funkciója, hogy ilyen módon megfogják az irányítókkal a labdát. Tehát két vagy három ujjad igen, eleve igen. rajta van. És amikor eldobod, akkor ezzel fogod majd megpörgetni, ezzel adva a spirált neki. Aha. És most akkor a fiúkat megkérjük, álljanak meg. Igen. És valami ilyes, hasonló mozdulattal kell eldobni. Aha. Elkapni pedig úgy, ahogy ő mutatja, és elsőre egyből be kell húzni ide a labdát, hogy ezzel megfogjuk. Akkor csináljuk meg lassítva, mint Ace Ventura. Nem, vicceltem. Tehát, hogy még egyszer az elkapást hadd nézhessen meg. Aha. Tehát mindkét tenyérrel, mindkét kézzel. Egy ilyen Renault jelet kell formázni a kezedből, aha. és oda kell bevárni a labdát. Ez a Renault jel egy eléggé diplomatikus kifejezés volt, igen. Tehát Renault jelet, igen, és két kézzel. Igen, igen. Értem. Rendben van. És akkor ide teszem a mennyit? Balkezes vagy? Balkezes vagyok, igen. Jó. Ez jelent bármifajta hátrányt? Fordítva van a mozdulat, de ugyanaz igazából. Ahogy így megfogod, behúzod ide, és így lesz a mozdulat, de közben így megpörgeted, és az ujjaddal még belekapsz egy kicsit. Most, hogyha első dobásra kacska lesz, akkor kirögtök? Ki. A tévében olyan kicsinek tűnik ez a labda. Tehát én vagyok kicsi, vagy az ottani emberek nagyon nagyok? Aha. Ja, értem. Az csupán városi legenda lehet-e, hogy hát Magyarországon voltak éppen nincsen olyan 100 méteres sprinter, aki 10 másodpercen belül futja a százat, ugyanakkor az amerikai NFL-ben van 30 olyan ember, aki teljes menetszerelésben 10 másodpercen belül futja. Nem, ott legalább 200 olyan ember van. Ez komoly? Nagyon sok. 200 olyan ember? Hát... Most egy kicsit hazabeszéljünk ezzel, de a világ legjobb atlétái azok, akik Amerikában profiskodnak. Mármint a... Az amerikai futballban, aha, igen. Értem. Mit csinálok? Menjek, akkor menjek oda többieket? Be kéne állni ide a fiúkhoz, és akkor azokat a feladatokat kéne egy picit csinálni, amit ők. Előtte szokták mondani, hogy ready, set, hat. Aha. Azt hittem, hogy hát ez segít, vagy valami ilyesmi. Igen, nem ezt mondják. Ah, szuper, jól van. Mit mondtál az előbb a lábakról? Melyik van elő? A
belső lába, a receivernek mindig a belső lába van elő. Hát induláskor. A belső lába egy picit bele, hajlítva, szuper. Jó, és mi? Igen? Így? Első elkapásom. Ez 6 pont volt, ugye? Nekifutásba megérkeztek a Biggie Boyhoz. Leviszitek a testsúlyatokat, áthúzzátok a fejeteket az egyik irányba, egyelőre teljesen mindegy, hogy melyik irányba. Ahogy áthúztad a fejedet, átkarolod a Biggie Boyt, majd feldöntöd lendületből, és ráérkezel. Jó? A lényeg, hogy legyen ötölben a kezdetek, nehogy valakinek az ujja véletlenül a Biggie Boy alá fordulj. Izomban neki kell rongyolni? Ezt hát így röviden. Leegyszerűsítve a dolgot. Azért nem mondtam én hülyeséget annak idején, amikor azt kérdeztem, hogy lejöttök és ízzé porrá zúzzátok egymást, ugye? Hát azért szoktuk bántani egymást, de csak szabályos keretek között. A legtöbb ember képtelen a lába nélkül futni, hogyha azt kiütöd alóla, akkor ugye megcsináltad a szerelés sikeresen. Aha! Hát már a legtöbb ember képtelen a lába nélkül futni. Igen, nagyon igen. Jó. Jelen esetben te most itt vagy, ha errefele futsz, akkor eléd teszem be a fejemet. Értem. Mert ha mögét teszem, akkor csak a kezemmel tudlak megakadályozni a tovább menni, vagy a tovább haladásba, viszont ha eléd teszem a fejemet, akkor ugye nyilván abba is elakad. Nekem tűrnöm kell, hogy te hókon vágsz ezzel, vagy a kezemet azért felteltem? Az lenne a lényeg, hogy amikor ütnek a babával, akkor azzal a lábbal belépsz, majd behúzod a kezedet, visszaütöd, és úgy jössz a blokkon, és úgy tudod meg. Ez király volt. Itt, ha jól sejtem, megint az ütközés lesz a cél. Igen, ez a, amit az Attila előbb blokkot csinált rajtad, ez szimbolizálja azt, hogy hogyan kell lejönni egy súlyosabb blokkról. Egy ilyen válszias terpeszbe állsz, párhuzamos lábfejekkel. Igen. Egyenes hátfelszegett fej, és egy ilyen tartásban így körülbelül. De kicsit előre dősz, mert előre fogsz indulni, tehát előre igen. A ponton. Ebből indulsz egy lépés, két lépés, és utána a másik lépést csinálod. Igen. A kezed lendül, és akkor van a kontakt. Másik lépést nem mutatom. Első lépés, másik lépés, ide, és a csípcsontad és hátod szinte párhuzamosan, és ebből taposol így. Hát! Jó, hát a taposás elmaradnak az ütés is. Ilyen hangjának kell, hogy legyen, tehát jó. Megüt a csatszágon. Egyre jobb lesz. Kettőt hátra, kettőt oldalra, azért, hogy két lépésből meg tud dugni a labdát. Ennek miért van szerepe? Azért van szerepe, mert hátra dobják a labdát, és akkor már elindulnak a védők. Azért, hogy minél gyorsabban. Két lépésből már nagyot tudsz rúgni. Ha mondod te, igen. Mindenki nagyot tud. Két lépésből már nagyot lehet rúgni. És az a lényeg, hogy amikor eldobják hátra a labdát, azonnal indulni kell. Nyilván, ha messzebbről indul az ember, akkor van ideje odaérni a védőknek. Jó!
Ez jó volt? Hát bementem, láttad. Nem akarsz rugó lenni a csapatnál? Á, féltem magam. Rugónak nem kell félni. Hát de oda is odaérnek. De védik a szabályok a rugót. Hát voltak éppen így néz ki az amerikai futball Magyarországon és annak alapjai. Bálint, mit szóltok hozzám? Alapvetően én azt mondom, bárkiből lehet a legjobb játékos, bárkiből tényleg. Ez 80%-ból munkától függ és kisebb részben tehetségtől. De már most beállítanánk rugónak. Már most a mérkőzésen kezdő rugó lehetnél a itt mutatott teljesítményed alapján, úgyhogy ezt mondhatom bátran. Rendben van, köszönöm szépen. Én is köszönöm, remélem, még találkozunk. Összeállításaink sorát szokásos sportbeharangozónkkal zárjuk, amiből kiderül, hogy az előttünk álló héten milyen eseményeken szoríthatunk a győri sportolóknak. Szerdán este 18 órától a labdarúgó Magyar Kupában városi derbit rendeznek, hiszen a Gyirmót FC a Győri Eto FC-t fogadja a negyedik játéknapon. A két egylet a Liga Kupában már találkozott egymással, akkor 4-1-re győzött az Eto. A találkozót csütörtökön megmutatjuk itt a Győr Pluszon. A foci meccsel egy időben a női kézi NB1-ben Vácot vendégeskedik a Győri Audi Eto KC. A találkozó végkimenetele nem is lehet kérdés. Pénteken délután 16 órától a női kosárlabda NB1-ben a Vasasnál vizitel a CMB Cargo Uni Győr a női kosárlabda NB1-ben. Völgyi Péter lányai ezúttal is kiélezett meccsre készülhetnek a fővárosban. November 1-én szombaton délután 14 órától a Győri Eto FC a DVTK-t fogadja az Eto Parkban. A mérkőzést a Magyar Televízió élőben közvetíti, nálunk pedig hétfőn délután tekinthetik meg. Vasárnap délután 17 órától a Női Kézilabda Bajnokok Ligája csoportrangadóján a Viborgnál vendégeskedik a címvédő Győri Audi Eto KC. Könnyen elképzelhető, hogy görbicék már most lépés előnybe kerülhetnek riválisukkal szemben. A sportos hetet futszállal zárjuk. November 3-án hétfőn a Rába Eto FC az Arabisnál vendégszerepel este 18 óra 30 perctől. Ezek tehát azok az események, ahol drukkolhatunk a kedvenceknek. Magazinunk végén jön játékunk. Múlt heti kérdésünk az volt, hogy mennyi lett a végeredménye a Győri Eto FC Újpest FC NB1-es labdarúgó mérkőzésnek. A helyes válasz a 0-0-ás döntetlen volt. A Mezbolt által felajánlott eredeti Adidas Stabil Champ kézilabda szerencsés és boldog tulajdonosa pedig Korompáki József nevű kedves nézőnk. Szívből gratulálunk! Aktuális játékunk nyereményét a Lila Adidas kötött kesztyűt is a Mezboltnak köszönhetjük. Az új kérdésünk pedig igazán egyszerű lesz. Az egykor Bécs-Budapest ultramaraton honnan rajtolt az idei esztendőben? A GBU névből könnyen kikövetkeztethető a válasz, és annak, aki figyelemmel követte adásunkat, nagyon könnyű dolga lesz. A megfejtéseket a sportkukac.gyorplus.hu e-mail címre várjuk, és ahogy mondtam, ezért az Adidas kötött kesztyűért zajlik a játék. Ennyi fért mai magazinunkba, tartsanak velünk jövő hétfőn is, a viszontlátásra! A játékhoz a nyereményt a Mezbolt ajánlotta fel. A műsorvezető öltözetét a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította. A műsorvezető frizuráját a Willy New Style készítette. Lépj ki a hétköznapokból! Műsorunkat támogatta a Patent csoport. A biztonság minősége a minőség biztonsága.